Nagy Gábor, hogy hivatásos katona, repülés irányító tiszt, a Magyar UFO Szövetség egyik alapítója, elnökségi tagja volt régebben. A magyarság elrejtett történelme és szakrális öröksége egyik kutatási területe, valamint a Bakony szakrális múltja és öröksége. Jelenleg a Veszprém Vármegyei Szkíta Nemzetségi Önkormányzat elnöke. Előadásának címe a Szkíta Nemzetség stratégiai terve. Nagy Gábor. Köszönöm. Áldott a szakrális rend, áldott a magyar nemzet, és áldott minden magyar a határok nélküli Kárpátházában. Én V. Molnár József bácsinak az idézetével kezdeném. Ő úgy mondta, hogy jó élni, jó itt élni. Jó itt magyarnak élni. Annyival kiegészíteném ezt. Jó itt szkíta örökségünkben, szkíta tudatosságban Magyarországon élni. Mit jelent az ma, hogy szkíta örökség, illetve szkíta önkormányzat? Sokan felteszik ugye a kérdést, hogy hogy lehetséges az, hogy Magyarországon létezik már szkíta nemzetiségi önkormányzat, és ennek mi a célja? Tavaly február végén, március elején alakult meg Veszprémbe a megyei szkíta önkormányzat. Maga a folyamat már 2014-ben elkezdődött, amikor elkezdtük keresni azokat a megoldásokat, hogy arra vágyunk rá, hogy ebbe a társadalmi változási időszakokban, vagy időben milyen válaszokat tudunk adni, illetve milyen intézményrendszerek szolgálnak ki bennünket ahhoz, hogy azt az értékrendet, amit mi képviselünk, vagy amit meg szeretnénk az életünkben tartósan tartani, azt hogy lehetne ezt működtetni Magyarországon. A korábbi években én is tagja voltam a Magyarok Szövetségének, évekig harcoltunk idézőbe téve azért, hogy a nemzetet egy más szakrális állapotba, az őt megillető apostoli királyságnak megfelelő helyzetébe hozzuk. De aztán nekem a személyes meggyőződésem az, hogy a nemzetet nem tudjuk így beemelni ebbe a méltó helyzetébe. Ugyanis a nemzet annyira megosztott, és olyan sokrétű, hogy nagyon nagy az a közösség, akinek ellentétes az érdeke a mi érdekeinkkel. Itt maximum egy számottevő, de kisebbségben lévő közösségről lehet csak szó, akiben az igény megvan arra, hogy ezt a szakrális rendet az életébe behozza, illetve képes is arra, hogy közösségben az előttünk álló feladatokat megoldja. Ezért választottuk ezt a megoldást, hogy nemzetiségként próbáljuk ezt megoldani, és így is nevezzük magunkat, vagy így valljuk meg önmagunkat. És a folyamat közben, ugye tavaly tavasszal kezdtünk el beszélgetni Alfred barátommal arról, hogy ennek a nemzetiségnek, mint szkíta nemzetiségnek milyen lehetőségei vagy jövője van, és aztán a tavalyi népszámláláskor ez már igazándiból elindult. És ami még fontos, hogy a jelenlegi alaptörvény szerint ez lehetséges. Ez lehetséges. Ugyanis az alaptörvénynek a 39-es cikkelye foglalkozik a nemzetiségi jogokkal, illetve magával a nemzetiségekkel, és az első bekezdés így hangzik, hogy ma Magyarországon bárki megvallhatja a saját nemzetiségét. Legyen az bármi. És a második cikke mondja ki, hogy a nemzetiségek önkormányzatokat alapíthatnak, helyi területi, illetve országos önkormányzatokat. És csak a harmadik cikke mondja azt ki, hogy majd, ugye ez 2011-es évet jelent, hogy majd az országgyűlés megalkotja az erről szóló részletes törvényt, ami aztán meg is történt a 2011 évi nemzetiségekről szóló törvény kapcsán. Csak hogy ugye a hierarchia a jogra is érvényes, hogy én az első pontban deklarálom, hogy bárki megvallhatja a nemzetiségét, azt egy későbbi, harmadik pontban hiába próbálom úgymond megetetni a társadalomban, hogy majd én szabályozom, azt az első pontban adott jogomat már nem veheti el.
ugyanúgy a második pontban lévő jogomat sem veheti el. Tehát ma, ha mi azt mondjuk, hogy mi szkítának valljuk magunkat, azt megtehetjük az alaptörvény szerint, teljesen jogszerűen. Sőt, önkormányzatot is alapíthatunk, függetlenül attól, hogy az éppen hatalmon lévő politikai elit mit mond erről, vagy maga az országgyűlés mit mond erről. És mi ezzel élünk is, és hát most ott tart a folyamat, hogy szeptember végén van kitűzött határidője a Győr-Sopron megyei önkormányzat megalakulásának, októberben a Nógrád megyeinek, illetve az Zala megye is szerintem az ősszel meg fog alakulni. A folyamatban nagyon fontos az, amit ugye Alfred barátunk elkezdett, hogy legyen ennek egy kormányzat által, vagy a hatalom által elfogadott státusza is. Ez zajlik, és arra biztatok mindenkit, hogy akár itt állunk a barátainknál, a gyűjtőknél, vagy később, augusztus végéig ezt az aláírást támogassák, illetve keressék meg azokat a pontokat, ahol ez lehetséges, vagy ha ismerőseikkel beszélnek erről, akkor hívják fel erre a figyelmet. Ugyanis a mi önkormányzati rendszerünk egy nem terület alapú autonómiára épül, ahol egyébként az összes autonómia szokás, hogy működjön, hanem egy personális, ez a személyelvű autonómiára. Ez ugyanolyan jog, ugyanolyan lehetőség a világon, ez egy nemzetközi jog egyébként, és ennek az a lényege, hogy az a közösség, akinek a tagjait önmagukat megvallják, függetlenül attól, hogy hol élnek, annak a közösségnek a tagjai lehetnek. Ez azért fontos, mert így meggyorsíthatjuk magát a folyamatot, ugyanis a 2011 évi nemzetiségi törvény szerint tennénk, ahogy a hatalom elvárná tőlünk, annak az a mondja, hogy településenként minimum legyen 30 ember, aki az adott nemzetiségnek vallja magát, az megalakíthatja a települési nemzetiségi önkormányzatot, és ha van már legalább 10 ilyen önkormányzat a megyében, akkor meg tudják csinálni a megyeit, és így tovább. Ugye eddig egyelőre csak a németeknek van országos ugye, önkormányzata, pontosan emiatt, mert azért ez elég nagy munkával, meg hosszú idővel jár. Én azt mondom, hogy nekünk most erre nincs időnk. Ami előtt állunk, az ezt nem tenné lehetővé, ezért választjuk tudatosan ezt a módot, hogy mi a personális autonómia elvén működünk, és így egyből a megyei szervezetek jönnek létre, mert ahhoz a tagságot, ha meg tudjuk igazolni. Ennek ez a módja. Ha belegondolunk, hogy miért jó az önkormányzatiság, azért, mert minden önkormányzatnak intézmény alapítási joga van. Ez azt jelenti, hogy tudunk önálló oktatást rendezni magunknak. Ez azt jelenti, hogy tudunk önálló egészségügyet rendezni magunknak. És így tovább. Ez fontos, mert ebben nincs fogás. Tehát hisztizni lehet országos szinten, meg politikai szinten, hogy mi miért nem akarjuk beoltatni magunkat, vagy miért nem viselünk maszkot, vagy bármi mást, de ez nem az ellenállásnak a módja, hanem egy kreatív megoldás, ami ráadásul mondom, még az alaptörvényen belül is megáll. Az, hogy ki mit gondol róla, az minket most ne érdekeljen. Nem az a cél. És ennek érdekében mi azt gondoljuk, hogy szükség van egy stratégiai tervünkre, vagy tervre, ami hosszú távon egy konszenzusos megoldáson létrejön. Mi ezt elindítottuk, és hát szerencsénkre ugye az Egyesület is stratégiai partnerségben áll az önkormányzattal, és ezt a jövőben ezt a stratégiai tervet még tovább fogjuk finomítani. Ennek a tervnek szeretném egy röviden bemutatóját most megtartani, csak elvi szinten. Én három részre osztanám ezt a stratégiai tervet. Van egy rövid távú fejezete, van egy középtávú, és van egy hosszú távú fejezete. A fő szempont az, hogy mi különbözteti meg a rövid távút a középtávútól, az nem időfüggő, eseményfüggő. Ugyanis nem lehet, nem is kell nekünk az ő módszertanok szerint mindent időhöz kötni. Abban ők jobbak. Ha eseményhez kötjük, akkor igen. Mi ez az esemény? Ugye a Földön tőlünk függetlenül is folyamatosan egyfajta felemelkedési hullám, illetve amögött egy nem látható szervezettség, úgy hívják, hogy Földi Szövetség működik.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos eredmények mindig vannak a tekintetben, hogy kitudódnak a disznóságok, a hazugságok, a korrupció, a gyerekkereskedelem, az emberkereskedelem és még minden mocskos dolog. Ez párhuzamosan azzal, hogy a Földnek a rezgés szintje folyamatosan emelkedik, ami nem csak tőlünk függ, hanem ez egy kozmikus esemény, ami isteni elrendelt tény, és a háttérhatalma feje tetejére áll, akkor se fogja tudni ezt megakadályozni, mert ez, mint mondtam, az egész univerzumban együttesen történik. Tehát azt kell erről tudni, hogy amit most mi csinálunk, az nem csak a Földön zajlik, az egész naprendszerben, sőt az egész galaxisban, és visszaad az egész univerzumra. Tehát mindenki egy ugrás előtt áll, a különböző síkokon, különböző világokban, az egész rendszerben. Az isteni periódusnak ez egy nagyon nagy változás és nagyon nagy eseménye. A Föld azért van most kitüntetett helyzetben, mert egyrészt itt most egy elsődleges kísérlet zajlik. A kísérlet szó ne ijesszen meg senkit, inkább azt mondanám, hogy az első alkalom, amikor úgy történik egy tudatváltás a bolygón, hogy nem kell a felszínen élő népességnek meghalnia hozzá, hanem azok, akik képesek ezt a magasabb rezgésszintet folyamatosan a környezetükkel összhangban, harmóniában beépíteni, illetve használni, azok a halál nélkül képesek abban magasabb ötödik dimenziós létbe fellépni, amit korábban csak a halálunk során tudtunk esetleg elérni. Ez jó dolog. Ez egy óriási paradigmaváltás, nem csak nekünk, hanem az egész környezetünkre. Ennek megfelelően nem is vagyunk magunkra hagyva, hanem nagyon sok segítség, segítő támogatja ezt a folyamatot, sokkal több, mint gondolnánk. Ennek köszönhető az a tény, hogy amit a barátunk is mondott, hogy ha most imádkozol, ha most rendezed a gondolataidat, hogyha most vagy tudatos, az hatványozottabb erővel működik már most is. Ebbe biztos vagyok, mert ezt működtetjük mi is. Tehát folyamatosan szükséges, hogy a tudatosságunkat úgymond emeljük, figyeljünk erre, és az egésznek az a lényeg, hogy miben vagyunk, miért vállalunk felelősséget. És hogyha képesek vagyunk felelősséget vállalni a gondolatainkért, a szavainkért és a tetteinkért, onnétől kezdve szűnik meg a rabszolgaság. Ezzel a háttérhatalom sem tud mit kezdeni. Amint mondtam, tehát az önkormányzati rendszert én ismerem, mert dolgoztam benne jó 10 évet mindenféle beosztásban, és ezért gondolom azt, hogy megoldás lehet, és a néhai doktor Tóth József Zoltán, akinek nagyon sokat köszönhetünk abban, hogy akár a Szent Korona Tannal, vagy akár a jelenlegi alaptörvénynek a szakrális részével is ugye erősítette a nemzetet. Ő neki volt az utolsó előadásában egy ilyen záró mondat, hogy mikor megkérdezte a közönség, hogy mit lehet tenni az állandó támadások ellen, meg ugye a háttérhatalom tervei ellen, ő is azt javasolta, hogy az önkormányzatiság lehet az egyik lehetőség erre. Én is így gondolom. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen, vagy ez a legjobb, de az egyik mindenképpen. Megtanulunk benne közösségként létezni, egymást elfogadni, egymással együtt dolgozni, megoldani helyzeteket, problémákat, és hogyha ez az első lépcső működik, ez a közösség, önmaga döbben rá arra, hogy önkormányzatként önmaga határozhatja meg a saját szabályait. És itt most kell egy kicsit szünetet venni, hogy mi az, hogy új szabályok, meg mi az, hogy új önkormányzat. Ugye a jelenlegi politikai elit szívesen alkalmazza azt, hogy az alkotmányos rend helyett inkább ilyen rendeleti kormányzással próbálja napról napra ugye a társadalmat irányítani. Nekünk a szkíta örökségünk révén van egy nagyon nagy előnyünk. Ugyanis a szkíta társadalomban mindig is a szokások volt a rendben. Sok ezer éve. Nagyon régóta. Ez azt jelenti, a jogtudományban is így tartják, hogy a szokásjog alapú jog erősebb, magasabb szintű, szakmai szintű, mint a rendeleti jog, vagy akár a római jog is. Azt is kevesen tudják, hogy a magyarok évezeten keresztül
a szkíta jogrendben éltek. A véleményem szerint 1849-ben szűnt meg az utolsó morzsája ennek a jogrendnek, amikor ugye leverték a szabadságharcot, és megszűnt a földtulajdonnak a Szent Korona általi védelme, és onnétől kezdve ugye jelzálog alapú hitelekkel kivitték alulunk. Addig nekünk szkíta jogrendünk volt. Ezt nem nagyon tanítják nekünk, pedig ez nagyon fontos. Az a Szent Korona tan, amit azért már ismerünk, az a szkíta szokásjognak a folytatása, hogy annak az írott változata. Ugye a Verbőczy-féle hármas könyv írja le először az addig használt szokásjogot, mert hogy Európában szükség volt arra, hogy írott változat is legyen már. De nekünk az mindvégig szkíta jog volt. És hogyha vissza tudunk térni a közösségek szintjén, akár települési szinten a szokásjogra, az übereli az összes többit. Még az Európai Unióban is van arra példa, ez már megtörtént, hogy amikor a kormánynak éppen olyan normális pillanata volt, és nem akarta, hogy a közösségi jog felülírja a nemzeti jogkört, akkor a úgymond történeti alkotmány jogára hivatkozva köteles az Unió azt betartani. Nekünk még inkább lehetőségünk van erre, pontosan az itt a szokások révén. Jó, ha tudjuk, hogy megvan az az erkölcsi, szellemi, alkotmányos alapunk, hogy mindaz, amit szeretnénk, azt meg tudjuk csinálni. Már csak rajtunk múlik. Rajtunk múlik. Ugye én is inkább a szakrális történelemmel foglalkozom, és ott, ahol én lakom, a Bakonyban, Veszprém megyében, ma már igazoltan látom, hogy például Veszprém városa 2751 éves. És akkor felejtsük el az 1000 éves államalapítást. Nem erről van szó, sokkal régebbi a mi rendszerünk. És akkor még nem is a folyamat elején vagyunk, hanem az a 2750 év az alapvetően az Arvis úrának a mondavilágából igazolható. Nyilván sokkal régebbi a mi történetünk. Tehát mindezeknek a figyelembevételével azt javasoltam otthon nálunk Veszprém megyében, hogy csináljuk meg ezt a stratégiai tervet, és ahogy mondtam, három részből áll. Az első fejezet az a rövid távú stratégiai terv, mindjárt az első elem az, hogy mindenki menjen aláírni, és buzdítsa a többieket is, hogy írják alá ezt a kezdeményezést, de egyébként, ahogy mondtam, egy eseményfüggő időszakról van szó. Ez nagyjából 2025 körül van, de ezt ne vegyétek úgy pont időpontnak, hogy az akkor lesz, hanem addig bármikor megtörténhet. Miből áll ez? Az a tervezett háborúk utáni válság sorozat, ami a háttérhatalomnak ugye a munkatervében benne van, és nagyjából a közepén tartunk, ez azért fog folytatódni tovább. Ennek eredményeképpen az egyik eleme ennek a válságnak az előttünk álló pénzügyi válság, ami nagy részt tervezett, tehát mindenképpen ugye a világgazdasági fórumon keresztül a rendszer, mert ezeket ugye hálózatok működtetik, ezt már gyakorlatilag kezdi kikommunikálni és elő is készíteni. Ezzel együtt van egy másik folyamat is, ami pont azoknak az erőknek a tevékenysége, hogy megszabadítsák az emberiséget ettől a babiloni pénzmágiától. Ez onnét indul. És biztos hallottatok a BRICS államoknak a kezdeményezéséről, az ukrajnai háborúval ez a folyamat felgyorsult. Ugye eddig a BRICS államoknak 5 tagja volt, és ugye ez azt jelenti, hogy a lakosságból 3,3 milliárd ember, ez a föld lakosságnak a 40%-a, és a gazdaság szempontjából a világ GDP-nek a 20%-a ebbe a körbe tartozik már most is. Viszont ebben a hónapban, 23-án lesz egy gyűlés Dél-Afrikában, azért ez egy érdekes fordulópontot hozhat, mert eddig 31 nemzet jelezte a csatlakozási szándékát, és további nemzetek is várható. Titokban vannak európai nemzetek is. Mit jelent ez? Az, hogy többpólusú világrend jött létre. Ugye Putyin ezt már bejelentette, és a sajtóban csak annyi jelenik meg, hogy majd lesz. Nem, ez ma megtörtént.
az, ami most zajlik, az a nyugati világnak a, hogy is mondja, haláltusája, nevezzük így, hosszú lesz, legalább a becslések szerint még 10-20 évig ez eltarthat, de ez legyen az ő problémájuk. Viszont ez a váltás, ez sok mindent megmagyaráz, ugyanis az oroszok és a kínaiak már létrehoztak egy aranyfedezetű új valuta rendszert, ami úgy néz ki, hogy ráadásul most így az augusztusi csatlakozási hullámmal ki fog terjedni a világnak a nagyobbik részére. Akik kimaradnak ebből a, hogy is mondjam, folyamatból, az Kanada, az USA, az Európai Unió, Japán, Új-Zéland, Ausztrália, Dél-Korea, Izrael, az érdekes. Tehát azt kell látni, hogy egy folyamat indul el, ez meg fogja gyengíteni a dollárt. Sok szakértő gondolja azt, hogy emiatt most a dollár megbukik, nem valószínű. Maguk az amerikai szakértők, pénzügyi szakértők is azt mondják, hogy dollár bukását belül belső folyamatok fogják elindítani. Az meg az ő játékuk, hogy gyakorlatilag 2020 óta akár a legfelsőbb bíróság szintjén is támogatják azt a csalást, azt a választási csalást, ami 2020-ban történt, meg az összes többit, hogy mikor fogják az amerikaiak önmaguk kivívni a saját szabadságukat. Nagy bizalommal fordultak az amerikai hadsereg irányába, de eddig nem történt ez meg. Vannak folyamatok, ez igaz. Tehát vannak az amerikai hadseregen belül olyan fegyveres, hát inkább én azt mondanám, hogy fegyvernemek, amik ezen az oldalon vannak, és ez a folyamat most is zajlik. És a cél az, hogy egy tömeges letartóztatással kiiktassák azt a kb. 1,6 millió embert, aki a rendszert ma működtetni kint. Nem tudom, én pudingóknak tartom az amerikaiakat, mert ezt már évek óta meg kellett volna csinálni, de ez az ő dolguk. De ez is közrejátszik abban, hogy a dollár mikor fog esetleg annyira legyengülni, hogy ez befolyásol bennünket. Be fog folyásolni bennünket, mert a dollár viszi az eurót, az meg viszi a forintot. Nem baj. Minden ország felkészült erre az új aranyfedezetű elszámolásra. Magyarország pozíciói jók. Jók. Nem kell félni ettől. Az átállás az érdekes lesz, és itt már is bele is csatlakozunk a stratégiai tervünknek az első szakaszába, amit én úgy hívok, hogy ez a felkészülés időszaka. Tehát ez a 2024-25-ig én nem tartom valószínűnek, hogy érdemi változás történik, ha csak valami isteni beavatkozás vagy folyamatok nem történnek, de ne legyen illúziónk. Tehát ne várjuk azt, hogy mi most aztán megint megváltjuk a világot, készüljünk fel a válságok miatt is, meg a bekövetkezendő események miatt is. Két okból. A saját kisközösségeink ne váratlanul álljanak szembe, hogyha bármi történik. Mindenképpen fontos, hogy mi ne essünk pánikba, ahogy a doktor úr is mondta, semmit ne higgyetek el. Hát tudjátok azt, hogy minden rendben van, minden isteni terv szerint halad. Nem biztos, hogy mi mindig értjük, meg átlátjuk a folyamatot, de kézben van az ügy. Nekünk az a dolgunk, hogy tartsuk a magunkat. Tartsuk azt az erkölcsöt, azt a tisztaságot, azt a szeretetet, amik vagyunk. Ha ezt meg tudjuk tenni otthon a családunkban, már kész, már jó. Ha esetleg többet is képesek vagyunk a közösségeinkbe ugyanezt megtenni, vagy éltetni bennük ezt a fajta rajongást, vagy hitet, akkor még jobb. Magasabb szinten nem kell. Nem a mi dolgunk. Tehát az első szakasza ennek a stratégiai tervnek a felkészülés időszaka, összekötve azzal, hogy milyen intézményrendszerbe képzeljük el az életünket. Egészségügyi szempontból, oktatási szempontból, gazdasági szempontból, akár közgazdaságban. Mindig csak annyit írjunk le, amit muszáj. A szokásokhoz való visszatérés a legjobb módszer. Tehát meg tudjátok alkotni, ha eljut az oda a dolog, hogy a saját választási szabályaitokat, a saját rendelkezéseiteket, hogy ti hogy éltek. És utána egyből a jog visszakerül a saját kezetekbe, a saját közösségetek kezébe, nem kell külső bírósághoz menni, meg törvényekre hivatkozni, meg mindenféle ilyen huncutsággal foglalkozni. A nemzetiség jogállása a
az most is működik. Tehát független attól, hogy most mit fog mondani a politika, ez ne befolyásoljon senkit, mert akkor is megyünk tovább. Én azt mondom, hogyha a folyamatnak ugye a következő állomás az, hogy leadja Alfréd az aláírásokat, azt megvizsgálja az Országos Választási Bizottság, hitelesíti, és aztán megy a Magyar Tudományos Akadémia elé az ügy. Látom, mosolyogtak, jól van. Tök mindegy, hogy mit fognak mondani, jó? Ezt ne felejtsétek el, ugyanis nincs benne az alaptörvényben az akadémiának az helye meg a szerepe. És nem írhatja felül az alkotmányos jogainkat még egy törvény sem, még a nemzetiségekről szóló törvény sem. Tehát abban a pillanatban tudunk alkotmánybíróságon elindítani ezzel szemben, a döntésükkel szemben, vagy bárminek hívják ezt majd, egy eljárást. És csináljuk tovább, megyünk tovább. Ha nem kapjuk meg, az se baj, mert az csak meg fogja gyorsítani a nemzeten belül ezt a fajta kezdeményezést, mert most már az embereknek a nagy része ellenáll minden olyan csalásnak, meg kötelező érvényű rendeletnek, amivel ma igazgatják az életünket. Tehát van egy kilátás, van egy kifutása a történetnek. Mindenképpen tudni kell, hogy ezt most nem lövöm le, hanem megkérem, inkább arról beszélek, hogy miért gondolom ezt így. Ugye Magyarországnak a helyzetét is elemeztük, és készült egy helyzetértékelés a stratégiai terv elkészülése előtt. Jelen pillanatban négy erőtér, erőközpont van, ami a Magyarországnak a sorsát, a jelenét irányítja, vagy befolyásolhatja az esetleges jövőjét. Három ismert csoportot mondok, van egy atlanti csoport, ugye az USA-n keresztül, és aztán van egy Európán belüli megosztottság, ez is ugye szándékos, ez mindig is így volt a történelmünk során, mindig volt jobb oldal és bal oldal, mindig volt ilyen-olyan, tehát ez mindig a megosztottságunkat jelenti. A háttérhatalom magát, a saját struktúráját is szándékosan ossza meg, tehát maga a szabadkőművelkészség is, ugye két fő irányzatban, a skót meg a francia irányzatban, pontosan emiatt, hogy mindig legyen verseny, mindig legyen ellenállás, mindig legyen kétség, ezzel tudják működtetni a rendszerüket. Itt is ez zajlik. Nekünk most az a helyzetünk, hogy az uniónak a nagy része az a globalista-cionista irányítása alatt áll, a mi országunk meg a szuverenista-cionistánk alatt. Ez a harc, ami zajlik az unió meg az ország, ez erről szól. Jó. Tehát van három erőtér, aki pillanatnyilag beleszól az életünkbe. És van egy negyedik. Mit gondoltok, ki ez? Így van. Így van. Az az erőtér, aki visszatért már az Isten tudathoz, mert ez nem hit kérdése, és ezt működteti, ez a befutó. Ezek vagyunk mi. Időpontot nem fogok mondani, de a megoldás ott van. Semmi más nem kell tennünk, csak hűnek lenni ehhez. Stratégiai terv. Van egy középső fokozat, ez a középtávú. Ez már arról szól, hogy amikor megtörténnek ezek a furcsa események, és a világ kezd így felborulni, majd Magyarországon is várható, hogy azért az embereknek egy része bizonytalanná válik, és itt megint lesz szerepünk abban, hogy nyugtassuk őket, vagy tanítsuk őket, vagy tájékoztassuk őket, hogy mi zajlik. Ma még nem érdekli őket, tehát nincs dolgunk velük. Majd ők fognak keresni bennünket, titeket, hogy átjön a szomszéd, átjön a bárki, vagy megszólít a főnököt, hogy te mit szólsz hozzá, mi ez? Akkor van dolgunk, hogy segítsünk nekik megérteni, hogy mi ez, és utána megint ott van a választása, majd ő fog választani, hogy akar maradni a régi rendszerbe, vagy esetleg a szíve visszahúzza ebbe az ősi szakrális rendbe. Tehát a középső időszak az arról szól, hogy akkor már a konkrét intézményrendszerünket kell kitalálni, illetve elkezdeni próbaképpen működtetni házon belül. És a hosszú távú stratégia már azt jelenti, ez a folyamat a világon mindenhol le fog menni, nálunk először, vagy legelőször, inkább így mondanám. Ez akár 2030-ban már Magyarországon meg lehet. Vannak olyan helyek a Földön, ahol csak 2050-ben jut el a társadalmod, ahogy váltás van.
Nekünk viszont 2030-tól, vagy amikor ez az esemény megtörténik, arra van lehetőségünk, hogy már visszatért elvek szerinti új intézményrendszer szerint, vagy közösségi szokások szerint éljünk. Tehát az már a megvalósulásnak a kora egyébként. Ugye azért is van elnevezve különböző neveken ez a stratégia. Az első az a felkészülés kora, a második a középtáv az alkotás kora, a harmadik pedig a bőség kora. A kérdés tehát azért érdekes, hogy valóban szükség van-e nekünk stratégiai tervre. Ezt majd ti eldöntitek, mint nekünk annyi a tisztünk ebbe, hogy adunk egyfajta kezdeményezést ehhez, egy példát, hogy gondolkozzunk együtt. Ugyanis a megoldás az szanaszét van, rengeteg szakértő szakember van köztünk, mindenkinek megvan a saját szakterülete. Én mivel a közigazdaságban is dolgoztam sokat, nekem ez, de vannak orvosok, vannak mezőgazdaságban lévő termelők, gazdák, és így tovább. Rengeteg jó szakma van az országban. Ezt mind-mind önmagunknak kell majd úgymond átemelni ebbe az új világba, az új rendszerünkbe. Ez már a közös feladat. Miért gondolom azt, hogy szükség van erre, illetve szükség van mindenre, hogy nekünk legyen ez két a nemzetiségünk? Hát megpróbálok egy kicsit ebből idézni. Azért gondolom, hogy képesek legyünk saját önálló oktatást biztosítani, benne a szkíta értékrendet és a történelmet bemutatva. Azért is, hogy képesek legyünk önálló egészségügyet megvalósítani, szeretnénk, hogy a jelenlegi kötelező oltások a jövőben választhatóak legyenek. A WHO ne legyen felhatalmazva a nemzeti hatáskörök rovására hatósági jogkörben eljárni. A gyógyításban a nyugati orvosmás mellett azzal közvetlenül együttműködve a frekvenciagyógyászat holografikus gyógytudomány is vehessen részt. Az eddigi fiat pénzrendszer mellett a nemzetiség használjon belső, helyi elszámolási eszközöket is, és amikor annak eljön a nemzetközi lehetősége, használja a kvantumpénzügyi rendszert. Itt most megállunk. Hallottatok arról, hogy kvantumpénzügyi rendszer? Jó. Ez már működik, már Magyarországon is van bank, aki ezt tesztüzemben működteti. Egyelőre a banki tisztviselők, az ügyfelesek nem tudnak róla, ők csak egy ilyen informatikai hálózatként ismerik a rendszert. Mi ennek a lényege? Maga a technológia nem földi eredetű, az már a csillagtestvéreknek az ajándéka úgy időzőbe téve, és kint a kvantumtérben van gyakorlatilag az adattárolás, ezt nevezhetjük kvázi felhőnek is, amit most már használ az egészségügy, csak az mégsem az, ahova minden kvantumszintű információ felkerül. Ez eddig is működött, ez a kvantumtérben minden, tehát ami az életünkben történik, az ugyanúgy beíródik ebbe a kvantumtérbe, és amikor a hagyományos értelembe vett elhalálozásunk után van egy ilyen életfilmfeldolgozás vagy értelmezés, akkor a kvantumtérben lévő információk segítenek nekünk abba, hogy ezt újra értékeljük. És így tovább. Tehát ez nem egy új dolog. Az új dolog az a mi hozzáférésünk ehhez. Ez azt tette lehetővé, hogy az emberiségnek a rezgés szintje, tehát a tudatosságunk megemelkedett. És egy olyan kedvező kép alakult ki a külső csillagtestvérek, jóindulatú testvérek között, hogy megérdemeljük már ezt a lehetőséget, és így kaptuk meg. Természetesen a háttérhatalom ezt is szeretné lenyúlni. Erre találták ki a CBDC rendszert, de nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Arra gondolok, hogy tudjatok arról, hogy ez a kvantumrendszer működik, és nem véletlen, hogy a bankok Magyarországon is elkezdték ezt tesztüzembe használni, ugyanis amikor az a kvantum pénzügyi rendszer hivatalosan életbe lép, akkor mindenkinek egyéni számlája van. Nincs szükség bankokra. Neked egyéni számlád van. A működése az a legfrappánsabb, ha nincs benne titkolózás. Tehát minden művelet nyilvános. Tehát azt nem mondom, hogy itt nem lehet lopni,
Tehát, hogy másnak az adatával esetleg visszaérsz, bár a rendszer ez képtelen, mert a kvantum térbe te majdnem, hogy a lelked tisztaságával vagy kapcsolatba azzal. Tehát rajtad kívül nem férhet hozzá senki. De ha mégis, az ott van nyíltan. Bárki megnézheti, bárki bármikor visszaolvashatja, nem úgy, mint a mai bankrendszert, ami ugye azt is kevesen tudják, hogy kettős dupla rendszer van. Van egy publikus része, és van egy hátfal, és van egy amögötti része. Ott történnek a bank közötti műveletek, a fekete pénzek mozgatása, meg minden más. Az egyebek, a pénzmosás, a pénzteremtés, a semmiből, minden ott történik. Na, ott ilyen nincsen. Tehát minden nyilvános, minden hozzáférhető. Attól a perctől kezdve, hogyha ezt elindítják, csak úgy tudják elindítani, nyilvánosan bejelentik. Ezt mindenhol egyszerre. Viszont akkor tudnotok kell azt, hogy nektek nincs szükség semmilyen közvetítő szervezetre, intézményre, bankra. Nyilván a bankok most próbálnak előre haladni, hogy hát ez kényelmesebb, hogyha ő rajta keresztül csinálod, meg meddig is milyen jó volt, meg egyebek. Hát ezt azért ne felejtsétek el, hogyha oda kerül a dolog, hogy használhatjuk, akkor javaslom azt, hogy köszönjétek meg az eddigi bankjaitoknak az eddigi közreműködést, nem lesz rá szükség. Ez mérföldkő az önkormányzatok szempontjából is. Ugyanis önálló forrással, meg önálló gazdálkodással rendelkeznek, nem függnek költségvetéstől. Költségvetésről azt kell tudni, hogy az is hitelpénz. Tehát minden, amit támogatásként a jelenlegi rendszerben akár az önkormányzatok, akár nemzetiségek kapnak, az hitelpénz. Őrület, hogy én a betegeimet hitelpénzből gondozom. Nem normális, hogyha az idős embereket hitelpénzből gondozzuk. Legalábbis a szolgálatokat abból fizetjük. Meg az összes többi. Van egy harmadik út, ez nálunk egyelőre csak elmélet, és majd a közösség akaratán múlik, hogy ezt tudjuk-e használni, vagy megvárjuk a kvantumrendszernek a technológiáját, mert arra is lehet ültetni. Ez közösségi tőke, vagy társadalmi tőke. Ellentétben a monetáris tőkével ez annyiban más, hogy nem a monetáris értékrend szerinti elszámolást képviseli. Jelenleg a monetáris rendszerben csak annak van értéke, aminek piaci értéke, vagy pénzben kifejezhető értéke van, és ezt tudják ők használni befektetésre, szolgáltatásra, bármi másra, tőzsdére, vagy bármire. Ami ezen kívül esik, az nekik nem érték. Nálunk meg pont fordított a dolog. A te egészséged az érték. És hogyha a közösségen belül a te egészséged helyreáll, tehát meggyógyulsz, akkor nem csupán megőriztük a közösség értékét, hanem még növeltük is. Ha a gyerekeinket megtanítjuk a valódi történelmünkre, meg az örökségre, arra az óriási szakrális örökségre, ami páratlan az egész világon, és bocsánat, hogy ilyen szubjektív vagyok, az megint csak értéknövekedés. Ha a közösség közösségként képes megoldani bármit, egy kisebb árvizet, vagy valakinek kára keletkezik valami természeti jelenség miatt, az is érték, értéknövekedés. A házasság érték, a gyermek érték, kint a természet érték, az erdeink érték, a vizeink érték. Jelen pillanatban ezt az értéket, ugye az alkotmány, meg a római jog szerint maguk a nemzet nevében az államok nevében, meg a kormányok felügyelik, és ők gazdálkodnak vele. Ez akkor vissza kell kerüljön azoknak a közösségeknek a kezébe, vagy települések kezébe, akik vállalják érte a felelősséget. Megint visszajutunk a felelősségvállaláshoz. Ezt mások helyettünk nem fogják megcsinálni, nem fogjuk megkapni. Addig, amíg mi nem vállunk felelősséget, gondolat, szó, tett. Addig maradunk rabszolgák. Abban a pillanatban, hogy felelősséget válunk ennek az értéknek, a biológiai élet értékének a felelősségére, úgy van kitalálva a teremtés, hogy akkor megkapod jó gazda módjára, hogy vigyázz rá, gazdálkodj veled. Nem a tulajdonod, neked az a dolgod, mint egy jó kertésznek, hogy gondozd. És akkor ezek az értékek elegendők ahhoz, hogy ez a
közösség nem csak úgy életben tud maradni, hanem képes arra, hogy újra teremti mindig azt a biológiai életet, ami szükséges ahhoz, hogy ez a szakrális rend folytatódjon, vagy fennmaradjon, vagy először helyreálljon. Nyilván az első időszakban erre megvannak a protokollok már, hogy a környezetvédelem, tehát a környezet tisztasága lesz a legnagyobb feladat, és a legtöbb munkahely ott fog keletkezni. Nyilván ebből tudjuk megfinanszírozni. Ezt monetáris tőkével nem tudod megfinanszírozni, nem is kell. Tehát ez a harmadik út. Nyilván ez most még csak elmélet, egy ajánlás a közösségnek. És hogyha megalakulnak a többi megyében is így az önkormányzatok, vagy településen, önállóan, van 30 ember, meg tudja csinálni. Nagyon fontos, hogy ne higgyétek el, hogy csak 10 évente lehet megvallanotok az nemzetiségeteket, amikor jön a KSH, az bekopogtat, hogy töltsd ki az adatlapot. Túrost, minden nap megvallhatod, bármikor. Mi is ezt csináljuk. Van egy nyilvántartási névjegyzékünk, abban benne vannak azok az alapértékek, ami az kit a közösségre jellemző, meg az adataink, és kész. Onnantól kezdve te azon vagy, és tök mindegy, hogy fönt a hivatalban mit mondanak. Nem érdekes. Van 30 ember, egy faluban meg tudja csinálni a saját önkommentát. Ha normális a polgármester, még beszélő viszonyba is fogtok kerülni, sőt egymást tudjátok segíteni. És nem kell a többiekkel foglalkozni, hogy mit mond hozzá a nagy politika. Ez ilyen egyszerű. És mondom, ez a jövő. Én ebben hiszek, ezért gondolkodom abban, hogy ezért érdemes tennünk, érdemes gondolkodnunk, érdemes találkoznunk, érdemes szövetkeznünk. A szkíták mindig szövetségben éltek. Nyugaton úgy tanítják, hogy szkíta birodalom. Soha nem voltunk birodalom, mindig szövetségi rendszerben éltünk. Nekik birodalom, sajnos, mert ők nem ismernek mást. Tehát ők nem tudják, mi az, hogy szövetség, hogy háttársnak lenni. Csak a birodalmakat ismerik, mert erről van tapasztalatuk. Csak a fájdalmat ismerik, mert erről van tapasztalatuk. Ezért lehet őket a félelem miatt így bolond módjára viselkedtetni egy egész országokat. Nekünk, hál' Istennek, nem kell, mert mi tudjuk az ős eredetünket. Visszatérve erre a pénzre, hogy az a monetáris pénz helyett miért gondoljuk ezt a közösségi pénzt, ennek mi a fedezete? Az univerzumban, az univerzumnak a 90%-a egy energia mintázat. Ezt a hétköznapi emberek úgy ismerik, hogy szeretet. Én már úgy fogalmazok mindig szeretet helyett, hogy isteni áramlás. Javaslom, nektek is gondoljátok át, hogy amikor eddig szeretetet mondtatok, mondjátok azt, hogy isteni áramlás hatása van, beindít dolgokat. Tehát a monetáris tőkénél maga a tőke meghatározása is, a pénznek a meghatározása, körülbelül 5 fő részt tanítanak, én 6-ot. Ugye az első az, hogy kereskedelembe értékmérő eszközként használjuk pénzt egymás elszámolására. Van egy második funkciója is, ez a megtakarítási funkció, hogyha neked van pénzed, akkor valamilyen megtakarítási formát választasz, és az neked hozamokat fog hozni, vagy eredményt, plusz pénzt fog hozni. Sok ilyen funkció van. Az ötödik az a hatalompénz, vagy nevezzük korrupciónak, mert a rendszer így van kitalálva, így van felépítve, hogy mindig hiány van. A hiány gazdaság, vagy a hiány létmód, ez a rendszer sajátja, erre épül, mert így tudja a korrupciót működtetni. Ha nem lenne hiány, nektek mindenetek meg lenne, nem működne a korrupció. És a hatodik azt én úgy hívom, hogy terrorizmus. Ha nem lenne ez a fajta monetáris pénz, nem létezne terrorizmus. Ezzel tudják működtetni. Na most, hogyha mi áttérünk a saját rendszerünkre, ha az univerzum 90%-a szeretet, energia, nem kell megtakarítani. Nem kell befektetned, mert bolond vagy, ha befekteted. Ugyanis a szeretetnél úgy működik a rendszer, hogy ha ezt te nem áramoltatod, akkor leáll. Mivel nincs hiány, így korrupció sem működik. Mivel mindened megvan, terrorizmus nincs. És akkor már is ott vagyunk, hogy mikor lehet elkezdeni ezt működtetni. Most. Most. Nem kell rá várnod. Mindenünk megvan hozzá. Jó, nyilván én most türelmetlen vagyok, de azt mondom, hogy meg lesznek azok a külső események is, amik ezeket támogatni fogják. Kint a világban is, meg nekünk itthon Magyarországon is. Itt többet fogunk kapni ebből a segítségből, pontosan azért, amit már a nemzet eddig megtett.
Időt néz valaki, hogy még mennyi időnk van, mert akkor még belevágok másba is. Egy perc, tökéletes. Befejezésként egy idézetet fogok nektek felolvasni, vagy mondani. Ez a Sajba együttesnek az egyik dalának a szövege. Indulj már, hé, emberemlék, önmagától gyulladó fény. Indulj már, hé, emberemlék, önmagától gyulladó fény. Tombolj már, hé, térdelő hé, vonagló tér, lovagló fény. Tombolj már, hé, térdeplő hé, vonagló tér, lovagló fény. Isten áldjon benneteket, és azt kívánom, hogy legközelebb már eredményekről is tudjunk beszélgetni egymással. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Imre Süzen.